A turizmussal foglalkozó irodák, mint minden évben, most is számos lehetőséget kínálnak a turistáknak. Az idei tél sok havat hozott, tele vannak a sípályák, de sokan tervezik már az idei nyaralást is. A First Minute utak már javában fogynak. Ezekről a lehetőségekről érdeklődtünk az egyik legrégebbi vajdasági turista irodában, a Zentai Dómuszban. Mi a saját szervetés utakat illeti, azok általában egy-két napos utazások és körutazások Európán belül, tehát a legtávolabb európai destináció az déli irányba Róma és Olaszország tájai, észak irányba Prága, de főként Magyarország, Szlovákia, Kárpátalja és Erdély látványosságait öleli föl az hát a körutazások közül mindenképpen Erdély és Magyarország úti egy-két napos utazások, ami a nyaralásokat illeti, az abban meg favorit Görögország továbbra is. Honnan érkeznek az utazni vágyók? Főként a Tisza mentéről, de vannak, akik távolabbról is ellátogatnak hozzánk, és nálunk keresnek egy falőjállatot. Saját szervezésben idén milyen utakat kínálnak? Saját szervezésben idén a hosszabbak közül lesz egy Róma és Firenze körutazás, lesz Prága magyar nyelvi regeletővel, azon kívül erdélykörutazások, körutazások, búcsú, Sima erdélyút, valamint azon kívül lesznek egynapos utak Magyarországi virágkiváltásokra, Magyarországi eh, látnivalók megtekintésére, tehát kastélyok, várak, egyebek. Sok pénzt igényele egy-egy ilyen rövid utazás? a legrövidebb utazások azok ilyen 20 euró tájékától kezdődnek árba, és aztán attól függ, hogy mit tartalmaz. Az idejében melyik az első út, amit önök szerveznek? Az első út az március 3-án a Mohácsi busójárás. És a távolabbi célok közül mi az, amit önök szerveznek? A távolabbi az a húsvét után a héten egymás földi úgymond a két utazás, egyik a Prága, a másik pedig a Firenze és Róma, ez a két nagyobb utazás, ami a közeljövőben várható. Említette, hogy együtt dolgoznak más utazási irodákkal. Kikkel és az ő szervezésükben miket tudnak kínálni? Hát felsorolni is nehéz, mert 49 utazási iroda kínálata van az irodánk kínálatában. Nagyobbak a inkább Görögországot említeném, tehát még található az iroda kínálatában, például az Elnos Tours, a Megalos Travel, az Argus Tours, az Atlantic Travel, Nitravel, és például Enestra kínálata, tehát szinten nincs olyan desztináció, nem tudunk ajánlatot adni. A telelések is még aktuálisak. Sielésre van-e lehetőség? Sielés az főként, ha belföldieket, akkor Kopolnik, meg Jahorina, amíg az, az ugyan nem belföld, de majdnem ugyanaz. A távolabb közül pedig az osztrák, Alpok és esetleg szlovénia, valamint Szlovákia egyei. Hogyha a tavalyi évet veszük figyelemben, mi volt a legnépszerűbb buticél? határozottan Görögország volt a népszerű úti cél, és azok közül is inkább a buszos utak. Mennyibe kerül például egy egyhetes görögországi kiruccanás? Hát attól függ, hogy milyen dátum, tehát a legolcsóbbat veszik, akkor körülbelül úti költséggel együtt 50-60 eurótól már lehet találni, és a legdrágább a fél ugyanakkor körülbelül 250-300 euró. Már gondolhatunk a nyára is. Létezik-e önöknél részletfizetési lehetőség? Lehet-e már most befizetgetni a nyaralást? Mindenképpen létezik részletfizetési lehetőség, tehát több megoldás van, vagy fizet részletekben, vagy lehet olyat csinálni, aki még nem tudja eldönteni, és nem tudja a szabadságot, mikor kapja. Lehet előtakarékossági akcióként léteznek 10 eurós vásárlási utalványok, amik nem vesztik az értéket, de úgymond nem nyúl hozzá, hogyha nyaralása van számva, és aztán, amikor eldől a dátum, akkor arra tudja beváltani, de ugyanakkor vannak most nagyon nagy előfoglalási kedvezmények, tehát 15-20% akár 20 kedvezmények, és lehet, hogyha egybe kivizetjük január végig foglalni a Esetleg, aki valami exotikus célra vágyik, illetve olyan utazásra, amit önök nem kínálnak, akkor ezt meg tudják-e szervezni, vagy útba tudják-e igazítani az utazni vágyót? Ha nekünk nincs, valamely ha biztos van, tehát akár Kuba, például Maldi szigetek bármilyen hasonló destinációval tudunk szolgálni, vagy hajók, utak, hétnapos, tíznapos változatban bárhol, tehát ez mind megoldható. Keresik -e az emberek ezeket a, az, az egzotikus helyeket, vagy inkább csak megelégednek a Montenegrói, vagy a Görögországi tengerparttal? Hát általában a vékonyabb pénztárszai ügyvelek léteznek, de van, aki keresi a drágább és távolabb destinációkat is. Abban tudnak-e segíteni, hogy vízumot, illetve ö, orvosi vizsgálatokat ö, megszerveznek az utazni? Vágyóknak. Hát általában a vízum probléma az át, és a kettős az esetével is, akkor ez, ez, erre nincsen szükség, ugyanígy az, ez miatt akkor az orvosi vizsgákra sem. Van-e valami változás az utazások tekintetében, van-e valami új törvény esetleg? Hát jelen pillanatban Szerbiában az új törvény az utazás szervezőkre vonatkozik, ami most Január végén aktuális, most kialakul majd, hogy mi lesz a -e végleges, mert több fajta változat van. Reméljük, hogy a továbbiakban is mindenki megfelelően tud dolgozni tovább. És van-e valami olyan hely, amit kifejezetten nem ajánlana? Tehát van-e veszélyes hely mostanában, ahova nem ajánlatos menni? Veszélyes hely nincs, de például mi szoktuk mondani azt, hogy ha nyaralás is Görögország, akkor mi nem szoktuk ajánlani, Korfu sziget inkább az települést, ugyanis az az angol fiatalságnak a drogtanyája, és volt már kellemetlen esetünk, amikor egy nászutas pár elment ezt nem tudván, és hazajött, és reklamációként felhívtuk a szervez irodát, és mondjuk, hogy mi a gond, és az volt rá a válasz szerbül, hogy hoznám, -o. tehát csak mi nem tudtunk róla, hogy az egy ilyen eset, tehát például azt nem javaslom semmi tekintetbe se Miért érdemes a domuszt választani? Hát szerintem azért is érdemes, érdemes minket választani, mert több mint 23 éve itt vagyunk, a legszéleskörűbb kínálattal, tehát itt, ha nálunk valami nincs, akkor az valószínűleg nem is létezik alapon, és az összes kínálat ellenőrzött minőségű, tehát az azt jelenti, hogy amit itt talál kínálatot, azokat mi, mi előre előreztük, hogy az tényleg úgy is van -e, és állunk mögötte, amit árulunk. Mit tanácsol a magyar kanizsaiaknak, látogassák-e meg a dómuszt. Hát hála Istennek magyar kanizsai tömegesen járnak hozzánk így is, és reméljük, hogy -e is így lesz, mert valamikor volt kanizsánk irendeltségünk, de aztán egy törvény bezáratatta. Most azóta ide járnak az ügyfelek, még mi járunk az ügyfelekhez házhoz, amikor szükség van rá.